Egész héten készültünk erre a parázsmérkőzésre, hisz tudtuk, hogy a Szombathelynek és nekünk is nagyon fontos lesz ez a találkozó. Szerencsére egész mérkőzés alatt higgadtak tudtunk maradni, és ezzel végig előnyünket meg is tartottuk. Nagyon jó érzés, nagyon büszke vagyok a csajokra, meg úgy az egész munkára, amit beletettünk, mert ezzel tudtunk nyerni ma. Köszöntök mindenkit. Úgy gondolom, hogy gratulálni lehet mindkét csapatnak, mert tényleg egy komoly küzdelem volt. Ugye láttuk, hogy a Szombathely szépen összeállt itt a bajnokság végére, és jó kézilabdát játszik. Minket is kisebb sérülések, betegségek kicsit megtizedeltek, de büszke vagyok a csapatomra, mert nagyon, nagyon jó küzdött, és nagyon koncentráltan, összeszedetten végezték a dolgukat a lányok. Úgy gondolom, hogy a mérkőzésen ugye volt az elén nagy adok-kapok, és ott a Rami beállításával ő tudott először elkezdeni védeni, és ott tudtunk meglépni egy kicsit, egy jobb, komolyabb előnyre szert tenni, és végül is végig taktikusan jól tudtunk játszani, a védelmünk is sokkal stabilabb volt, mint az elmúlt mérkőzéseken, mögötte a kapus, és támadásban is mindig volt olyan, aki magára vállalta kritikus helyzeteket, úgyhogy tényleg gratulál a csapatomnak, mert fontos mérkőzést nyert meg, és nyugodtan tudunk tovább dolgozni. És további sok sikert a Szombathelynek. Köszönöm. Köszönöm, szeretnék gratulálni a Budaörs csapatának. Egyértelmű, amit mondott a Dani is, hogy ott a Vártok Tamajának a beállításával ugye fordult meg a mérkőzés, illetve azt gondolom, hogy ami ugye problémánk volt az első fél időben, hogy a beálló-beálló körüli védekezést nem igazán tudtuk megoldani, nem éreztük, kevés faut számot is adtunk el, mögött védekezésben nem nagyon volt nálunk ott az első fél időben kapus teljesítmény. Én azt gondolom, hogy illetve amit szerintem meg is fogalmaztak Budaörs részről, hogy nyugodtan tudtak támadni, ugye bennünk meg pont ez volt, hogy nálunk meg volt egy feszültség, idegesség, mert mindig követtük a csapatot, ugye az ellenfelet, én azt gondolom, hogy ez volt a legdominánsabb hibánk, hogy befejezések nézéseknél nagyon sokat rontottunk, tehát én azt gondolom, hogy ez koncentráció volt, talán nekünk is, nálunk is ugye azért a mérkőzés tétje azért egy nagyon, nagyon nagy falat volt, úgy látom. Én úgy gondolom, hogy viszont bizakodásra ad mindenképpen okot, hogy ugye a Dalma beállítása, azért jöttek a védések, illetve én azt gondolom, hogy ami mindenképpen fontos, hogy a második fél időben nem adtuk föl, zárkóztunk, küzdöttünk végig 60 percig, tehát én úgy gondolom, hogy talán az utolsó két percet leszámítva, vagy egy percet leszámítva nyitott volt végig a mérkőzés. Én nagyon örülök ennek a végjátéknak azért, mert ebből lehet tovább építkezni, és bízom abba, hogy ki tudjuk harcolni a bennmaradást ide. Először is gratulálok a Budaörsnek, viszont nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk ma megszerezni ezt a két pontot, viszont megyünk tovább előre, dolgozunk keményen, és remélem meg lesz az eredménye.